Kozmetikus tanulók alapoznak, az ő versenyszámukkal kezdődött el a 14. Szabolcs Kupa Nyíregyházán. Nappal is minket kellett készíteniük a fiataloknak, így a szakmai zsűri azt is pontozta, hogy a 40 perc alatt elkészült smink nem túl erőse, valamint az harmonizál-e a modell ruházatával. A rendezvény megnyitóján elhangzott, idén 140-en versengtek a legjobbaknak járó elismerésekért. Három különböző területet különböztetünk itt meg, a fodrászokat, a kozmetikusokat, a műkörömépítő és díszítő versenyzőket, és ezeken belül is van felnőtt és tanuló kategória. 13 versenyszám az, amiben indulni lehetett, és ezek a különböző szakmák között kerülnek megbontásra. A szépségipar nemzetközi szintű versenyre tanulók és mesterek is érkeztek, akik a szakmai eszmecserék után többek között új technikákat, eszközöket ismerhettek meg. A megyei önkormányzat számára pedig azért kiemelten fontos egy-egy ilyen rendezvény, főleg, hogyha vállalkozói szféráról beszélünk, mert egyrészt nagyon fontos feladatunk, kiemelt feladatunk a vállalkozói szférának az erősítése közvetett módon, és ez a réteg is, a fodrász és műkörömépítők is egy olyan vállalkozói szféra, akiknek az együttműködésére számítunk majd a pályázati források hatékony felhasználása érdekében. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója azt mondta a rendezvényen, fejlődés várható a szépségipari szakmában. Nyugat-Európában, de még Ausztráliában, Amerikában is ez felsőfokú szakképzésnek minősül, és én azt hiszem, hogy a szakma is ebbe az irányba megy, mert itt olyan anyagokkal, olyan eszközök és az egészségvédelem szempontjából olyan kockázatokkal néznek szemben, hogy egy picike kis hiba is végzetes lehet, hiszen olyan bőrsérülés, felsérülés lehet, ami nem engedi meg, hogy hiba legyen, és ennek köszönhetően nagyon magas fokú biológiai, kémiai ismeretekkel is kell rendelkezni a szakma ismereteken túl, és én azt gondolom, hogy ez a szakma ebbe az irányba megy, hogy akár egy ilyen felsőfokú szakképzettségé is ki tudja majd nőni magát. Az idei verseny egyik központi témája a Riói Karnevál volt, ebben a témában alkotott több műkörmös is. A fodrász szakon alapként megtanult vízmarcell pedig idén is az egyik legnépszerűbb kategória volt, ebben versenyzett a legtöbb fiatal. A Szabolcs Kupára több száz néző is érkezett, ők színes, modern hajfestésekkel és extrém versenyzőkkel is megismerkedhettek.